Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt és a tisztelt kollégákat. Én Faragó Kinga Bettina vagyok, az ELTE informatikai kar mesterséges intelligencia tanszékének a munkatársa. A most következő előadásom címe pedig eredmények a humán paraméter becslés és követési technológiák területén. Először is miről fog szólni a következő negyed órában az előadásom? Először megemlíteném azt az új fejezetet, ami a mesterséges intelligencia alkalmazások és különféle új módszerek terén mi tapasztalunk és érzékelünk, kihasználunk. Ezt követően pedig az elmúlt időszak a diagnosztika és terápia projektben részt vett eredményeinknek a rövid összefoglalása következik projektenként. Mivel a következő diákon erről lesz szó részletesen, ezért most a kulcsszavakon túl nem mennék bele a konkrét témákba. Vannak projektjeink a humán viselkedés elemzésre, tehát központban az emberi tényezővel, itt mondjuk a testpózbecslés, ezen kívül vannak tudományterület összekapcsolását célzó platformjaink, ilyen az NIPG-port, és különféle state of the art, tehát a jelenleg legjobb teljesítményű módszerekkel dolgozunk ezeknek az átalakításával. A fő kiemelt projektünk, amiről többet fogok beszélni, ez a RETS projekt, ami egyébként valóban laborpatkányoknak a videófelvétel elemzését tartalmazza, és a természettudományi karral közös projektünk volt. Ezt követően még lesz néhány díj a publikációs tevékenységünkre és a jövőbeli tervekről. Akkor nézzük ezt az új fejezetet. Mi azt valljuk, hogy igazából az interakciók, azok a vizsgahelyzetek, azok a szituációk, ahol a mesterséges intelligenciának a tudását, a teljesítményét ténylegesen le lehet mérni. Igazából precízebb megfogalmazás az, hogy tanuló algoritmusok vagy úgynevezett mély hálók. Az interakciók pedig azért nagyon jók, akár humán számítógép, akár humán bármilyen interfész vagy robot között vannak, mert kell bele kommunikáció, tehát két irányú információcsere, mind a két félnek tudnia kell az információ, mit jelent, tehát a szavak szintjén, mit jelent a szó, milyen érzelmi töltete van, tudni kell a gesztusokat, a kézmozdulatokat, arckifejezéseknek az olvasását, és persze azonos tudás kell abban a kontextusban, tehát nem mindegy, hogy ez egy otthoni környezet, egy klinikában valamilyen monitorozási tevékenység, vagy akár egy ipari gyártósornál történik a közös cél érdekében az együttműködés. Ezzel foglalkozik a tanszékünk és kutatócsoportunk. Dolgozunk hazai és nemzetközi együttműködéseken is, itt vannak például norvég, svájci, holland, francia partnereink is. A kutatási témáink kiemelve, hogy milyen konkrét technológiát alkalmazunk benne, a már említett humán testpózbecslés, illetve a beszélőknek a szétválasztása, hiszen a kommunikáció a leggyorsabb, leghatékonyabb mód, hogy az ember szokott kommunikálni akármilyen feladatok során. A csoportunk foglalkozik autizmus diagnózisnak a segítésében, főleg klinikai videóknak az elemzésével is. Itt tipikus viselkedési elemeket próbálunk felismerni. Van egy TED rehabilitációs projektünk, amit dialógusrendszerrel egészítettünk ki. Illetve vannak olyan alapkövek, mint mondjuk az objektumoknak a követése, vagy a tracking. Ez azt jelenti, hogy videófelvételeken egyik képkockáról a másikra pixel szinten tudnunk kell, hogy mi történt a tárgyal, hova került, hova mozdult el. Itt meg van említve az állatviselkedéssel kapcsolatos felvételünk, valamint az interdisziplinális együttműködésnek a platformja is. Akkor nézzük a konkrét projekteket. Itt az említett gépi felügyelet rehabilitációs gyakorlatoknál figyelhető meg. Itt otthon végzett rehabilitációs torna gyakorlatoknak a követéséről van szó. Tehát mindig van egy tornász által megmutatott gyakorlat, ezt kell a paciensnek leutánoznia. És a gépi támogatás ott nyilvánul meg, hogy pontosan fel kell ismerjük az izleteknek a helyét, tehát a térd, a csukló, a csípő, akkor is, hogyha takarásban van. És nyilván, hogyha mondjuk fáradtság, fájdalmat detektálunk, akkor a gépnek be kell avatkozni és jeleznie kell a paciens felé, hogy valamit változtatni kell. Igazi kihívást itt a dialógus rendszer jelent, ugyanis a paciensek nem mindig arra kérdeznek rá, hogy az adott helyzetben jól csinálom, így csinálom, kell-e még feszíteni, vagy hasonlók, hanem nagyon sokszor egy korábbi alkalomra utalnak vissza, tehát hogy úgy kellett csinálni, mint az előző alkalommal. Ez pedig egy olyan szintű kiszélesítése a kontextusnak, ami gépi szempontból nagyon-nagyon nehéz lekövetni. Fel vannak még sorolva a partnereink, mint a Prágai Káregyetem, dolgozunk budapesti gyógytornászokkal, és az autizmus viselkedéssel kapcsolatban a chicagói partnerünk van, valamint a hazai startup cég, az Argus Cognitive. A
következő projektünk ez az NIPG board, ami a Google által fejlesztett Tensor boardnak egy kiterjesztése és továbbfejlesztése. Itt látszik a jobb alsó sorokban a mozgó demónál, hogy éppen egy dermatológiai képadatbázis is van betöltve, de dolgozunk hegesztési képekkel a Bosch céggel együtt. Azért nagyon jó ez a platform, mert a méhállóknak olyan kombinációja érhető el, amihez igazából nem kell átfogó tudás a másik partner részéről. Tehát a méhállóknak a kimenete, ami akár egy osztályozás, akár egy klaszterezés, vagy valamilyen szétválasztási feladat, ennek a kimenetéről tud beszélgetni a két különböző tudománytárnak a szakértője, és interakció során mondjuk outliereket tudnak keresni, vagy finomítani ezeket az osztályozásokat. Tehát a vizualizáció kulcsszó segítségével tudnak működni ezek az együttműködések. A következő projektünk ez a madárviselkedés elemzés. Etológiai tízisek terén itt arról volt szó, hogy Veszprém környékén kihelyeztek költő odukat a széncinegéknek, városok közelébe, illetve erdőkbe, és költés időszakban, amikor a szülőmadarak etetik a fiókákat, akkor az volt a feladat, hogy egyrészt megkülönböztetni a madarakat, másrészt pedig a behordott tápláléknak a mennyiségét és minőségét kellett elemeznünk. A kihívás ebben az volt, hogy noha madár kategória, rengeteg elérhető adatbázis van az ImageNet-től kezdve, hol van madár, ami kb. Körülbelül annyira általános kategória, mint mondjuk az ember, az autó vagy a macska, viszont madár csőrre, vagy mondjuk hernyóra, vagy egyéb táplálékra nem igazán léteznek ilyen annotált, tehát felcímkézett adatbázisok. Ezért nagyon sokat kellett annotálnunk, ez rengeteg időt vett igénybe, és noha a mostani State of the Art modellekkel dolgoztunk, egyelőre még nem értünk el publikációs szintű eredményt, úgyhogy ebből egy MSC szakdolgozat született, amit most júniusban meg is védett a hallgató. Ez csak egy kitekintés arra, hogy a kéz és kézben tartott tárgyak az együttes háromdimenziós modellje mennyivel tudja javítani a felismerést a gépi oldalról. Elvégre a kezünk az, amivel a leggyakrabban interakciós helyzeteket kezdeményezünk. Itt egy példa van a főzési szenárióra, hiszen ott rengeteg kés, edény, tányér, vágódeszka, mindenfélét kell megfognunk, és a kéz nagyon gyakran kitakarja a benne tartott tárgyat, ahogy az látható. A következő diánban egy másik fajta szemléltetés, ami jobban kapcsolódik a már sokszor említett autizmushoz. Itt az ados tesztnél használt játékkészletet úgymond digitalizáltuk, bár a pontosabb megfogalmazás ez a fotogrammetri, ahol jó minőségű, rendes, digitális kettődimenziós fotókat készítettünk minden oldalra tárgyról, ezután pedig egy háromdimenziós modellt készítettünk, és látszik a bal alsó sarokban, ahol a kéznek, illetve a benne tartott tárgyak a szegmentálása, a szétválasztása valósult meg. Itt van a kiemelt projektünk, a RETS, ami a laborpatkányoknak a viselkedés elemzéséről szól. Az első díján itt igazából az ívét szeretném a kutatásnak, ennek a több mint két éves kutatásnak bemutatni. Az első publikációnk során a szegmentálásra fektettünk hangsúlyt. Arról volt szó, azért volt nehéz a feladat, mert két közel azonos kinézetű laborpatkánynak a mozgását kellett követni egy ilyen felülnézeti videón, majd lesznek példák erre a videó részletre, és a patkák nagyon hasonlóak voltak, és ez egy gyógyszertani hatásvizsgálat volt, tehát az egyik patkánynak volt valamilyen gyógyszer beadva, a másiknak pedig nem, ezért pontosan kellett tudni, hogy melyik patkány kezdeményez az interakciót, mint például összebújást, egymásra rámászást, vagy csak szimatolást, és ahhoz, hogy ez egy jó publikált eredmény legyen, az alapoknak stabilnak kellett lennie, tehát annak, hogy nagyon pontosan tudjuk mind meghatározni, hogy hol van a patkány a képen, mind azt követni képkockáról képkockára, hogy melyik patkány pontosan hogyan mozog és mit csinál. Ennek az első két állomás az első két publikáció, amit már említettem, egy 2020-as, ahol egy bonyolult modellt tanítottunk be, és noha jól megtalálta a patkányokat, de a követésben sajnos még volt mit javítanunk. A második publikáció, amit most szeptemberben fogunk egy konferencián előadni, már sokkal robosztusabb, pedig egy egyszerűbb modellt használ, szintén egy konvolúciós, a Masker CNN modellt, és szegmentálásban hasonló eredménye volt, viszont követésben jobb volt, ez pedig annak köszönhette, hogy nagyon egyszerű szabályokat implementáltunk az algoritmikus kiértékelésbe, és a harmadik publikációra majd visszatérek, amikor megmutattam a példákat.
Itt láthatók ez a pixel alapú követés az első cikkből. Bal oldalon vannak a bemeneti videók, ezekkel dolgoztunk. Középen van az egy bonyolult eset, ahol hibázni szokott a gép. Tehát amikor közel kerül egymáshoz a két patkány, akkor általában azt egy patkánynak tekinti, onnantól meg szét nem válnak bizonyos távolságra. A kimenetnél pedig látszik, hogy ez az ideális eset, amikor pontosan tudjuk, hogy a sárgával vagy a lilával jelölt patkány ez hogyan mozgott és merre felé ment. Itt van ez a második cikkünknek az architektúrája, valamint a kimenete. Az látszik, hogy először az előteret meg a hátteret külön választottuk, majd szintetikus adatokként itt látszik, hogy a bal felső saroknál a két patkány természetes módon külön van, viszont így mesterségesen egymásra helyeztük őket, ezzel generálva új tanító példákat, mint hogyha egymásra másztak volna. Ezután betanulta a modellünk, és itt a középső részen látható, hogy mi volt a kimenete, a becslése. Itt a középső esetben történt egy hibázás, tehát ott azokat a frémeket eldobtuk. Itt jöttek be azok a szabályok, mint például minden képkockán pontosan kettő darab patkánynak kell lennie, tehát ha csak egyet találtunk, hármat vagy egyet sem, akkor azokat az képeket eldobtuk. Ugyanígy meghatároztuk, hogy a két patkánynak közel azonos a kiterjedése, a mérete, tehát hogyha összeolvadt két patkány, akkor egyrészt egy patkány, másrészt pedig nagyon megnőtt a mérete, ezeket szintén eldobtuk, illetve az eldobást úgy értjük, hogy itt visszaadtuk finom hangolásra a rendszernek egy annotációt követően, és ezáltal javultak az eredményeink. Itt a jobb oldali képen a videónál az látszik, hogy a modellünk a bal felső saroknál dolgozik, és itt a jobb oldali kép az eredmény, itt vannak azok a frémek, amiket eldobott, és ez a végső kimenet. Akkor nézzük a jövőbeli terveket és az együttműködést. Összegzés terén mi azt látjuk, hogy a mesterséges intelligencia, tehát a tanuló algoritmusok által támogatott megoldások egyre több helyen kerülnek alkalmazásra, tehát akár a mobiltelefonban most már elérhetőek, mondjuk egy mosoly vagy egy arcfelismerésnél, akár az okos autózásnál, a sofőrnek mondjuk a fáradtság detektálása, vagy az, hogy figyeli az utat vagy sem, ezek egyre inkább elterjedté és elfogadottá válnak, mert esetünkben erről is szó van, hogy az emberek mennyire bíznak, mennyire fogadják ezeket az új technológiákat. Mind az egészségügyben, mind a hatalmas mennyiségű ipari adatok feldolgozásában, vagy gyakorlatilag bármilyen olyan módszerben van helyük ezeknek a technológiáknak, ahol mondjuk egy monoton vagy hosszadalmas sok munkát, fáradtságot igénylő technológiát próbálunk felgyorsítani, megkönnyíteni a humán résztvevőnek, vagy akár csak a stressz szintjét csökkenteni. És persze humán-robot interakciókra is van szó, bár erre most nem tettem bele külön díját az összefoglaló előadásomban. Egy mondatban arról van szó, hogy bármi, ami ember közeli, ott igenis van helye, meg lehet találni a tanuló algoritmusoknak a helyét. Itt vannak a kapcsolódó publikációink. Ez a mesterséges intelligencia tanszéknek a teljes publikálási tevékenysége. Sok szerzős cikkek, tehát most nem emelném ki azt konkrétan, hogy melyik voltak a diagnosztika és terápiában bevont kutató kollégáink. A madárviselkedés, a patkány videóelemzések, valamint az NIPG board, ezek egyértelműen kiemelendő részei. Az látszik, hogy még rengeteg előkészítés alatt lévő publikációnk van, mert nagyon sok fiatal hallgatóval, tehetséges kutatóval dolgozunk együtt, amik kisebb, de friss publikációkat jelentenek. Végezetül pedig itt van az együttműködéseknek a listája, hazai és nemzetközi téren. Itt némelyik az még tervezés alatt van, vagy most indult el, némelyiknél pedig már a záró részénél tartunk. Nem emelném ki újra a partnereket, vagy a megfelelő kulcsszavakat. Úgyhogy ezeken az együttműködéseken dolgozunk továbbra is. Köszönöm szépen a figyelmet, és bármilyen kérdés van, örömmel válaszolok.